Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogy lesznek az adenium magokból adenium magoncok. Ilyen ültető tárcákba, ezekben a sok ültető tárcába tesszük a magot, és látjátok, itt már a fejlett növénykék itt vannak. Akkor egy picit nagyobbak, akkor kivesszük őket ezekből a lyukakból, ugyanis ezeknek a tárcáknak, ez majd lesz egy másik funkciója, kerülnek benne bele a következő magok. Minden növényt egyesével szépen átnézünk, beletesszük ilyen kis pohárkába, agyaggolyóba, és majd mennek vissza az akvapóniába. Csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy ezek a növények, amik itt nálunk készülnek, tehát konkrétan nálunk bújnak ki, és amit tőlem meg tudtok vásárolni, ezek a növénykékük sokkal ellenállóbbak lesznek. Az itteni éghajlatokhoz jobban fognak alkalmazkodni, mint amit esetleg külföldön vásároltok. Igaz, hogy annak annyi előnye van az oltottaknak, hogy ők ugye rögtön virágzanak, ezek a növénykék pedig majd csak legkorábban 3 vagy 4 év múlva. De minden esetre még ilyen picik, egy picikét nőnek, és utána, ha egy számmal nagyobbak lesznek, akkor majd meg lehet őket vásárolni. Most augusztusban már nem feltétlenül jó magokat ültetni, én most még elültettem magokat, azért mert sajnos a vírus miatt nem jöhettek hamarabb magok, így muszáj lett voltam most ültetni. De mint látjátok, itt nagyon jól érzik még magukat, és a mostani magokat is arra számítok, hogy nyugodtan kibírják a telet. Úgyhogy csak azt akartam volna ezzel mondani, hogy egy kis kulisszatitkot, egy kis beengedni szerettelek volna titeket itt a háttérbe. És hogyha valami kérdésetek van, vagy mondani szeretnétek valamit, akkor a videó alatt kérlek, hogy fűzzétek hozzá, és akkor beszélgetünk róla.